Fiatalokkal telik meg nyaranta a szekszárdi önkormányzat sötétvölgyi tábora, a festői környezetben található faházak 104 fő elszállásolására alkalmasak, de nem csak itt, hanem Faddomboriban is van egy hasonló ingatlanja a Tolnai vármegyeszékhelynek. A felújításuk régóta tervben van, most viszont úgy tűnik a hosszú folyamat elkezdődhet. A Közgyűlés Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága ugyanis ezzel kapcsolatban hozott döntést. 3 projektelemet javasolt az önkormányzat, illetve gépbe ezeket a javaslatokat elfogadta. Sötétföldi gyermektábornak a felújítása és rehabilitációja, szintén Sötétföldben az erdészháznak a teljes energetikai felújítása és megújítása, és a Faddombori gyermektábor szintén ebben a kategóriába fog esni. Ez most azt jelenti, hogy ha forrást talál rá a Közép-Dunamenti Fejlesztési Tanács, már pedig reméljük, hogy fog, akkor ezekre a projektekre elkészítik az építési engedélyes és kiviteli terveket. Ez pedig azt jelenti, hogy miután a késztervek elkészülnek, ha központi forrás lesz a felújításra, akkor az azonnal pályázhatóvá válik. Nem könnyű munkaidőben parkolót találni Szekszárd belvárosi részében. Sokan nem tudják, de a férőhelyeket bérelni is lehet, például egy-egy évre. Ebből a városnak bevétele származik, de ugyanígy területalapú helypénzt kell fizetni akkor is, ha az önkormányzat tulajdonába lévő közterületet akarja valaki üzleti vagy non-profit céllal használni. Az ehhez szükséges engedélyekkel kapcsolatban is fontos döntést hoztak most a gazdasági bizottság tagjai. Azt az elvi döntést hoztuk, hogy amennyiben a közterület használatához valamilyen üzleti érdek fűződik, akkor maximum mérséklést tudja támogatni a gazdasági bizottság. Amennyiben ez nem profitábilis tevékenység, akkor pedig tudunk az elengedés mellett dönteni. Szekszárdon a közgyűlés várhatóan februárban ülésezik majd, akkor vélhetően a most tárgyalt napirendek közül több újra előkerül.